Ős már nekem, Hanna, egy kis jéget! Aha, nagyon egy kicsit. Csak vízből mondtam, hogy kicsit. Ákoskánk is itt van. Na és hátul van a tüzecske, most már háromszor ejtettem le a telefonomat, nem azért, mert ittam vagy valami, hanem nem tudom. A labda. Jónak kertem a hár, annak a jóistennek. Na Attila a főszakácsunk mindig. Alig az is, hopp. Csak időkörnök, hogy mikor. És megint itt van az a szentik. Na most, hogyha valaki irigykedne, nem most vették a osámba, hanem ez házi. Ez házi kolbá... ósen. Ez házi. Nagykéri házi kolbász. Nagykéri házi kolbász. Így van, így van, így van. Mester csinálta. Ja. De nagyon finom, most nyersen ettem egy falatot belőle. Hát bemutattam itt a csapatot, de hát nagyon sok mindent nem. Attilát látjuk a legjobban. Már leülfőz. Igen, és előbbi videómban mondtam, hogy megpróbáltuk ebbe a betonos valamivel, és azt mondta Attila, hogy azt nem vállalja, mert oda fog égni fával, faszénnel igen, de az meg nem volt. Úgyhogy elhoztuk a tárcsát, én féltettem a kertet, és kitalálta, hogy a diófa alatt, ahol most vagyunk, ott mehet. Aztán itt vagyunk ebben a pillanatban, az anyja szentségét. Hát ilyen szerintem nem fog senki. Jaj, jaj, köszönöm a jégerem. Jaj, de kedvesek vagytok. Kaptam egy jégert. Köszönöm, kicsi. Bemutattam neki az összes virágot a kicsinek. Jó. Na jó, egészségetekre. Köszönöm az üveget, meg a poharat, meg nektek is hozzatok valamit. Na, de neked jó lesz. Várjál, és egy óra fele meg azt mondjuk, már nem kell pohár. Érted? Ha, üvegből! Ha. Nem, az Attila. Hát mindegy. Na, én tudom. Ő tudja. Amikor nekem, hát a Nikolasz, hogy beszéltem, Krisztófer annyit nem, de ő is lát mindent. Megőrülök, amikor a negatívot mondják, tudod? Ez nem jó. Jaj, most ez. Jaj, most az. Megőrülök. Nem bírom. De mit csinál? Arrébb kell lakni a 8 más konténet. Mester, arrébb vittem egy 30 métert, mert rossz helyen állt. Nem azt mondja, mit kéne csinálni, arrébb húzza. Csak mondtam valamit, úgy leégett a nadrágom, baszott. A kurva anyjátok. Na, most már bejön, be. Hallani lehet a hangjáról. Egyre jobban, sértjön. És jó lett az izé, a mi a neve? Platni vagy mi a neve? Jó, persze. Jó. Hát jobb, mint a izébe csináltuk volna azon a... Jól kellett volna ez a alumínium lófene. Mázsák különbsége. Esküszöm. Nem? Persze. Nincs miről beszélni. Jó, csak a füvet féltettem, és Attila egyből kitalálta, bazd meg itt hátul a diófa alatt, nem lehet? Nem nyílt. Lehet. Itt nem, hát mi baja lesz? Figyeld, megönti. Volt egy lángot a mustáros sör. Azé csirke mellekke, vagy csirke húsiva. Ez így puhább lesz, meg ragadósabb. Ja. Jaj, Istenem, aki nincs itt, hallod? Leszárjuk, aki nincs itt. Aki nincs itt! Ez az ő baja. Én azt mondom, ja. Mester. Hát gyerekek, aki nincs itt, az egyen otthon. De jöhet, nem izét. Egyen a kény. Na jó, velem köröhögni, hát megoldom én. Hát a baj, jaj, jaj. Intézkedek! Na jó, el van a kis csapat. Attila, Attila, Nikolasz és a Krisztófer itt szépen sütnek. Ja. Maros barátom viszi, ki ne száradjon, szegény gyerek! Ne, jó a kis csapat. Nem vagyunk sokan, 15-20, nem tudom. Nagyon szépen el vagyunk. Hoppá! Mindjárt, de várj, valamilyen homályos. Hát ráizéltem. Szerintem? Apád vett föl? Apám. Amúgy nézd, apa, így is ki lehet várni a videóból a képet, hogy látsz már nyomod.
Tudom, lefotózol, ha. Na gyere, csinálj már egy ilyet rólunk. Fotózz le már minket. Jó, utána Ákosra. Apa, és mi mikor megyünk nadrágot venni? Holnap reggel. Persze, de és akkor most még nem mondom, tudom elmész, meg kínni. A Tamarával mész. Csinálj már ott, mit csinálsz? Nem, menj oda. Menj oda velük. Nem lesz jó kép, várjál. Fordulj meg. Állj meg. Ez jobb. De videó is megy. Mondom, megy a videó. Jézusom, lelököl! Jó, de föl lett véve. Na, hagyd már őt nyugodtan. Ne! Nem! Egy millió forint. Nem, senki nem jó a tozzá, egy kuszom. De nem, egy kuszom rak le. Komolyan mondom. Nem, egy cigimet lerak.